Összességében 2%-kal csökkent a bűncselekmények száma tavaly a megyében, kiemelkedő munkát végeztek a megye rendőrei, magas volt a nyomozási eredményesség is. A megyei rendőrfőkapitánnyal múlt héten pénteken beszélgettem erről, akit kérdeztem arról is, hogy a migráció milyen terhet ró a rendvédelmi szervekre. A beszélgetést felvételről láthatják. A rablások száma tavaly az előző évben regisztráltak felére csökkent. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően kevesebb volt a lakásbetörés is. A személygépkocsi lopás egyáltalán nem jellemző a megyére, a garázdaságok tekintetében is folytatódott a csökkenő tendencia. Országos összehasonlításban azonban még így is magas volt a regisztrált esetek száma, hangzott el az értekezleten. Tavaly összesen 3 szándékos emberölés és 3 emberölési kísérlet történt a megyében. Az elkövetőket minden esetben elfogták. A rendőrök a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársaival közösen felderítettek egy 13 évvel ezelőtt Kántor Jánosiban elkövetett emberölést is. A személyi sérüléssel járó balesetek száma is kevesebb volt 2015-ben, mint azt megelőzően, de mégis a közúti intézkedések célkeresztjében a balesetek számának további csökkentése lesz a cél. A 8 milliót meghaladta az éves személyforgalom a határátkelő helyeknél, a járműforgalom pedig 3 millió fölött volt. Bár a migrációs nyomás nem erre a megyére koncentrálódott, az illegális bevándorláshoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma itt is nőtt. Farkas József dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Hogyha az utolsó gondolathoz visszakanyarodunk, akkor az volt a felvezető anyagban, hogy a migrációs nyomás erre a megyére nem volt jellemző és nem koncentrálódott, de ugye, hogyha megnézzük azokat a határmenti vagy a határátkelő helyekkel kapcsolatos feladataikat a rendőrségnek, akkor igenis az elmúlt esztendőben szükség voltak erre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság állományára is, ennek az ügynek, vagy ennek a helyzetnek a kezelésére hogyan kapcsolódtak be tehát ebbe a feladatba? Hát ha a migrációról beszélünk, akkor feltétlenül külön kell bontani a legális migrációt és az illegális migrációt. És én azt gondolom, hogy azok az adatok, amelyeket az évértékelőn is említettem, hogy a legális migrációban, a személyforgalomban mintegy 16%-os emelkedés volt a határszakaszainkon, hogy a járműforgalomban 10%-os emelkedés volt, ez azt jelenti, hogy a munkatársaimnak jóval több munkájuk volt. És ha belegondolunk, a legjelentősebb rész az mégiscsak a Záhonyi határátkelő helyre koncentrálódott, hiszen a személyforgalomnak közel 25%-a csak azon a helyen az ország keleti kapuján keresztül bonyolódik. És ott helytállni, azt gondolom, hogy nem kis szakmai feladat. Ugye ez a legális része, de nyilvánvalóan feladatokat kell meríteni az illegális migráció okozta problémák kezelésében is. Tudja mindenki, hogy miről beszélünk. Most az elmúlt napokban is jellemző az, hogy ha még Magyarország határához nem érkezett el az a hullám, ami már mondjuk a görög meg a macedón határon érzékelhető, akkor olyasmiről beszélnek, hogy útvonalat változtathatnak a migránsok, és akár a hozzánk közelebb eső megyéket is érintheti majd ez a probléma. Én csak arra akarok kiukadni, hogy egy fokozott készenlétben kell lenni a rendvédelmi szerveknek, így mondom, talán minden megyei rendőrfőkapitányságnak itthon is. Én a megyei adatokról tudok beszélni, az elmúlt év, illetve a jelenlegi tendenciákról. Kétséget kizáró, hogy a magyar-román, magyar-ukrán határszakaszon is találkoztunk illegális migránsokkal. Sőt, a 2014-es adathoz képest gyakorlatilag mintegy több mint 200%-os emelkedés van. Összesen 2015-ben 710 ilyen esetben kellett intézkedni a határokon, akár tiltott határátlépés szabálysértésében, és a klasszikus zöld határon történő átlépések esetében is közel 200 eset volt, amit regisztráltunk, de ez is mintegy 300%-os emelkedés. Persze nem lehet összehasonlítani az ország más határszakaszain tapasztaltakkal, de nekünk az a feladatunk, hogy a megyének ezen a részén Schengen belső és Schengen külső határszakaszon biztosítsuk az államhatárnak a rendjét, a védelmét. És ezek között az illegális migránsok között rengeteg fajta náció volt, rengeteg országnak az állampolgárai jöttek át. Sokan a többségében, 50%-ában afgánok, mintegy 15-20% szír vagy magát annak vallotta, de aztán Sri Lanka, Bangladesh, Kuba, de még törökök is jöttek. Szóval volt bőségesen feladat. Hogyha maradunk még mindig egy picit a határnál és a határral kapcsolatos feladatoknál, akkor évek óta természetesen társszervekkel, de a jövedéki termékek illegális behozatalával kapcsolatosan is adódnak bőven feladatok. Célkeresztben van ez folyamatosan, minden évben
próbálnak úgy együttműködni a társszervekkel, hogy az a leghatékonyabb legyen, hiszen itt megosztik a feladat. Mi az, ami a rendőrség feladata ebben az ügyben, ezen a területen? Én a cigarettacsempészésre vagyok főként kíváncsi. Kétséget kizáróan a legfontosabb feladata a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak van, az ő feladatkörük. De ettől függetlenül az államhatár rendjéért, annak területén történt eseményekért a rendőrség is felelős, sőt, nagyobb a felelősség még a mélységi migrációs ellenőrzésekben. És az elmúlt esztendőben éppen a jövedéki termékek közül, ha már szóba esett a dohányáru, akkor mintegy 800 ezer doboz, mintegy 700 millió forint értékű dohányárút sikerült saját felfedésből, saját elfogásból a munkatársaimnak biztosítani, és ilyenkor az intézkedéseket automatikusan átadjuk a társhatóságnak, akik majd lefoglalják ezt az árut, illetve megteszik a szükséges intézkedéseket. Én azt gondolom, hogy ez a két szerv jól dolgozik együtt a határon, egymás segíti, és azt hiszem, hogy ezt csak így lehet csinálni. Mi a helyzet azzal kapcsolatosan, hogy a korábbi években nem volt jellemző, hogy a cigaretta és az illegális jövedéki termékek bűnszervezethez kötődően jussanak be, de az elmúlt években szóba került az, hogy egyre inkább ilyen szervezeteket, ilyen hálózatokat is felfednek, fel kell fedni. Hozzáteszem továbbra is, a nyomozati jogkör a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál van, ennek ellen természetesen nálunk is a migrációs ügyek és ügyek osztálya a nyílt nyomozati tevékenység mellett végez titkos információgyűjtő tevékenységet, alapvetően az illegális migrációra, alapvetően az embercsempészetre, de az, hogy embert hoznak át a határon, vagy jövedéki terméket, az egy hatalmas üzlet. Ezért azt gondolom, hogy nekünk nem lehet külön választani, hogy most csak az embercsempészetben, csak az emberekre dolgozunk, vagy csak a jövedéki termékre. Kölcsönösen megosztjuk egymás között az információinkat, és én azt gondolom, hogy hatékonyan tudtunk fellépni. Természetesen lehet örökké majd abban gondolkodni, hogy vajon mennyi az, ami átjött a határon. Ezt megjósolni teljesen nem lehet, de több esetben volt olyan, amikor munkatársaim úgymond megzavarták, rákészültek az elfogásra, de szagot vettek a csempészek, és inkább visszafordultak, és inkább talán egy később időpontot próbáltak meg, de reményem szerint az elfogást előbb-utóbb úgysem kerülhették el. Nyilvánvalóan ebben még önöknek és a társhatóságoknak is lesz bőven feladatuk, és hát nem véletlenül kedveli ezt a területet, vagy ezt a témát a sajtó manapság. Térjünk át az évértékelőre. 2%-kal csökkent összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a bűncselekmények száma az előző évhez, tehát 2014-hez képest, 2015-ben. Hogyan értékeli ezt az eredményt rendőrfőkapitányként? A megye illetékességi területén regisztrált bűncselekményekről van szó, a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekről, ami tulajdonképpen közel 2%-os csökkenés az elmúlt évben az előző esztendőhöz képest. Ez egy 14 ezres számot meghaladó, és az akkor igazán figyelemméltó, hogyha belegondolunk, hogy a 2012-es esztendőben ez még több mint 20 ezer fölött volt. És azóta éveken keresztül van egy folyamatos csökkenő tendencia. Természetesen még messze a happy, és még bőségesen van munkánk, de azt hiszem, hogy ez a folyamat mindenképpen jó, és a bűncselekmények számának a csökkentése, főként a megelőzése az egyik legfontosabb a rendőri feladat. Minek köszönhető ez? Mit csinálnak másként, másképp? Két dolgot, amit kértem a munkatársaimtól is, amikor idejöttem, hogy legolcsóbb és legegyszerűbb a megelőzés, tehát hogyha meg tudjuk előzni a közszereti bűncselekményeket, meg a regisztrált bűncselekményeket, a bűncselekményeket, akkor már rengeteg munkát megspóroltunk, és sokkal több idő jut az egyébként nem megelőzhető, vagy kevésbé megelőzhető bűncselekményekre. Tehát, hogyha több rendőr van kint a közszereteken, akkor, és ott látható, akkor nagyon sokan már meg sem kísérlik, és ebben én azt hiszem, hogy azok a kamerapályázatok is jól segítették a rendőrség munkáját, ahol az önkormányzatok, így például a Nyíregyháza megyei jogú városnál is van egy ilyen fejlődő tendencia, ami azért tudják az emberek, a tisztességes emberek, meg a bűnözők is, hogy mivel kell számolni esetlegesen, hogyha közterületen ilyet követnek el. De ennek hatására lényegesen csökkent a közterületi bűncselekményeknek a száma is. De mivel több idő jutott az alapügyekre, épp azért, mert kevesebb volt az érkezésünk is, és jobban tudtunk koncentrálni, ezért hatékonyabbak voltunk a nyomozás eredményesség szempontjából, és a tulajdonképpen a nyomozás eredményességnek az a lényege igazából, hogy a bűn ne maradjon bűnhődés nélkül, hogy reális kockázata legyen annak, hogyha valaki bűnt követel, bűncselekményt követel, akkor előbb-utóbb eljárás alá vonják. És ebben azt hiszem az elmúlt évben kimagasló szép eredményt értünk el. Országos viszonylatban egyébként abban is, hogy a legtöbb már itt térült meg.
Igen, valóban. A másik kérdésem munkatársainknál még az volt, hogy nagyon fontos az, hogy elfogjuk az elkövetőt. Nagyon fontos az, hogy kellő bizonyítékokkal az igazságszolgáltatás elé tegyük. De azért gondoljunk bele, a sértetnek mi a legfontosabb? Hogy az ő kára hogyan fog megtérülni. És ebben volt egy lényeges elmozdulás, az alig néhány százalékos kárbiztosítási mutatóról több mint 30% felé ugrottunk. Ez persze azért egy picit árnyalja a képet, ezt a képet árnyalja, hogy azért volt egy-két olyan gazdaságvédelmi ügyünk, ahol jelentős vagyonbiztosítás mellett is tudtuk ezt növelni. De összességében megnéztem, a természetes sértettek, sérelmére elkövetett cselekményeknél van egy fokozott motiváció, egy fokozott szándék, hogy mi hamarabb az ő kára lehetőség szerint megtérüljön, és ennek érdekében mindent megtegyünk már a nyomozás során lefoglalással. Rendőrfőkapitány úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.